A félelem az az egyik fő motivuma ma az orvostudománynak. Aki fél, az hajlamos arra, hogy a felelősséget áthárítsa másra, akármivel kapcsolatban, azokra a dolgokkal kapcsolatban, amikkel kapcsolatban ő maga felelősséget tudna vállalni. Tehát félelemből ered a felelősséghárítás, és ma az egész világot jelentős részben a félelem mozgatja. Tehát annyira eluralkodott a világban, hogy gyakorlatilag az emberek, amit csinálnak, nagy részt félelemből csinálják. És az egész világ tele van felelősséghárítással. Tehát én elmegyek az orvoshoz, akkor én áthárítom rá a felelősséget, hogy valami bajom van, nem baj, majd ő megoldja, majd ő megcsinálja, majd az övé lesz a felelősség. Na de hát, ha az ember végig gondolja a saját élet, akármilyen szakmában dolgozik, hát a saját szakmában mindenki nagyon profin tud felelősséget hárítani. Tehát miért pont az orvosok lennének kivételek, és majd az orvosi felelősséghárításra tudok mondani egy-két példát. Tehát az orvos és a beteg kölcsönös felelősséghárítása az egy nagyon jó kis játék, amiből ki lehet hozni azt, hogy hát tulajdonképpen ki tehet róla, hogy beteg vagy a baktérium. A baktérium tehet róla, jött a te nem tehet semmiről, jött az a csúnya baktérium, megfertőzött, és megbetegedtél. Szegénykém, nem baj, itt van az antibiotikum szedve, és akkor majd attól meggyógyulsz. És én nem akarok az antibiotikumok ellen beszélni, az antibiotikum az tényleg egy nagyon jó találmány, csak az a baj, hogy ma túlgyógyszerezés van, pontosan az orvosi felelősséghárítás, mert az orvos nem csinálhatja meg azt, hogy menj haza, aztán majd jobban leszel, hanem neki tennie kell valamit, hogy ő elmondhassa azt, hogy ő megtette azt, amit az orvostudomány lehetővé tesz ma. Tehát nem csak halálos, meg nagyon veszélyes betegségekre írnak mondjuk antibiotikumot, hanem egy sima megfázásra is. A túlgyógyszerezés az a felelősséghárításból ered. És volt tavaly egy rendezvénysorozat, az Akadémia rendezte Magyar Tudomány ünnepe, és különböző előadások voltak, és volt egy előadás a védőoltásokról. És ott elhangzott dr. Kulcsár Andrea, a gyermekgyógyász, infektológus, védőoltási szaktanácsadó előadásán elhangzott egy nagyon-nagyon fontos mondat. Azt mondta, hogy a természet ugrása készen arra várakozik, hogy támadjon és visszavegye a hatalmat. És én nagyon örülök, hogy kimondta ezt a mondatot, mert ez nagyon fontos dolog, ez egy nagyon fontos vallomás volt, egy nagyon fontos vallomás azzal kapcsolatban, hogy mi az egyik alapvető probléma az orvostudománynál. Tehát, hogy annyira félelem alapú, hogy a természetet ellenségnek tekinti, és ugye ebből következik az, hogy baktériumok, vagy jaj, a baktériumok. Most a baktériumokkal kapcsolatban egy dolgot érdemes tudni. Természetesen létezik olyan, hogy higiénia. Tehát itt is lehet tartani egy egészséges szintet, de az, amit ma csinálunk, ugye higiénia címszó alatt, az nem egészséges. Tehát ez egy eltúlzott dolog, és igazából teljesen fölösleges. Tehát a baktériumokkal kapcsolatban annyit kell tudni, hogy a Wikipédia szerint jelenleg a Földön tonnában több baktérium él, mint növényből. Nem hogy állandó, még növényből is kevesebb van tonnában, mint baktériumban. Ez szám szerint azt jelenti, hogy a Földön 10-30 baktérium él. Összehasonlításképpen, hogy ez mekkora szám, az ismert univerzum átmérője kevesebb, mint 10-29 milliméter. Tehát, vagy úgy is mondhatom, hogy ha elérjük a 10 milliárdos lélekszámot a Földön, lesz 10 milliárd ember, akkor fog egy emberre jutni 10 milliárd, szor 10 milliárd baktérium. Tehát az, hogy mi adat üzentünk a baktériumoknak, a szerencse, hogy őt nem veszik komolyan, mert hogyha a baktériumok tényleg az ellenségeink lennének, és a vesztünkre törnének, akkor semmi esélyünk nem lenne ilyen túlerővel szemben. És az orvostudomány másik nagy gond, amivel szembe kell nézni, ez a probléma fenntartó probléma kezelés, ami a mai világban nagyon sok helyen működik, az orvostudományban is működik, hogy nem merünk érdemben hozzájönni a problémához, illetve hát rájátszunk a betegnek a felelősséghárítására. Tehát a beteg az most ma
szó nincs róla, hogy azt szeretné hallani, hogy ő tehet róla, hogy neki valami baja van. Tehát, hogyha bemegyünk az orvoshoz, akkor a diagnózishoz meg fogja kérdezni, hogy milyen tüneteink vannak, milyen panasz, meg fog vizsgálni, felállítja, megállapítja a szindrómát, tünet együttest, és ez alapján diagnosztizál. Amivel nem fog foglalkozni, és nem fog megkérdezni, az bármi, ami az életmódunkkal kapcsolatos. Illetve semmi olyat nem fog mondani, ami arra irányul, hogy bármit változtatnunk kellene. Tehát nekünk nem kell változtatni, nekünk nem kell erőfeszítést tenni, nekünk csak be kell menni a patikába, meg kell venni azt a doboz gyógyszert, és akkor majd látszolod, minden rendben lesz, és mindent csinálhatunk úgy tovább, mint eddig.